Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszél ismételten, és folytatom a My Two Pony Game Loft legújabbik frissítésének az eventjét, ahol ugyebár legutóbb ott hagytam abba, hogy csináltam a harmadik felvonást. Na most természetesen még nem készültem el vele, mert még itt tartok, de amit láthatjátok, hogy most, hogy lehetünk Kelfaföld, már meg is van a meg még egy-két dolgot, és már meg is van a jutalom, ami egy termelőnek számít. Mondjuk a termelő is jónak hangzik, de a karakternek még jobban örültem volna. Pardon. Lássuk tovább a szöveget. Et voilà! A full suite of official Rainbow Festival accessories. Igen. Tömre fogalmazva, Reddit elkészítette azt a sok kiegészítőt, amit a fesztiválra csináltak. Wow, I can't believe we actually made all this. An orange scarf for you friends, Applejack. Red leggings for Fluttershy and pink flower leaf for, well, you know who. Igen, szóval, hogy mindent meg. Szóval, Kefrafel azt mondja, hogy nem gondolta volna, hogy meg tudják csinálni, és ezért csinálni rejtélyek ad egy csomó olyan fajta sálat, amely, hát igen, színszerint passzol a barátaihoz. Ugyebár nagyon sárga sálat kap Applejack, egy vörös, nem tudom, ez a leggings, szóval valami vörös holmit kap ugyebár Fluttershy, és egy mi rózsaszín virágos akármicsoda, mert lejt se tudom, és az meg hát azt mondja, hogy pont tudod ki kapja meg, hát nyilván Pinkie Pie. And a perfect divine purple kerchief for yours truly among others. It all thanks to your brilliant design work, Kerfuffle. I won't have you shrinking credits where it's due. Nem tudom milyen lila holmiról van szó, de ugye bár itt tömegfogadóan megköszönte Kerfuffle-nek a munkát. Now let's transfer all of this to some kind of aesthetically appealing accessories, card, shells, we. The festival will be here before either of us knows it. Jó, és akkor ugyebár most elszállítják ezeket a holmikat a fesztivál helyszínére. Na, szóval, azt írja, hogy ez complete the look. Wait for the Rainbow Festival to begin. Jó, meg kell várni, míg a Rainbow Festival elkezdődik, az tulajdonképpen hát lassan már kerek 2 órának számít, szóval 2 órának, a francokat 2 órának, bocsánat mindenért, 2 nap, meg 1 óra. Na, de hogy azért ne legyen ennyi rövid a videó. Hát nyilván, hogy Sweet Apple ékrözbe kell kirakni. Jó, hát akkor menjünk Sweet Apple ékrözbe, de nem ide. Hanem valahova ide akarom tervezni, csak egyszerűen nem... Nem félek már. Barátom, nem... Jaj, de megijedtem, mondom, hát az micsoda volt. Megijedtem attól a nagy almától. Tökéletesen megfelel. Nyolc óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szorokozás. Na! Pardon. Na, akkor most ide, hogy menjünk egyet Kerfuffle-lel játszani. Azon gondolkodtam emberek, hogy hogy is állhatok a karakterek terén, mert mondom, ezt még talán el tudom mondani a játékban. Tudom, hogy az elmúlt időszakban rengeteg problémám adódott a játékkal. Mondjuk ez nem csodálom, mert mit tudom, én lehoznak
10 karaktert, és abból csak 9-et raknak be az eventbe, mert a 10-et azt majd külön egy másik módon kell összeszedni valódi pénzért, és ez engem nagyon zavar. Sok ilyen fajta eventre már megmondtam a véleményemet, de ebben is ilyen fajta problémákat vélek felfedezni minden ilyen fajta újonsült eventben, meg frissítésben. Ami időközönként persze úgy alakul, hogy lassan már össze fogom gyűjteni a karaktereket. Meg a termelőket is. Bár a termelőkre nem tudom, hogy hogyan, de mindegy. A lényeg az az, hogy akkor ugye már Kefluffle is megvan. Innen még hiányzik egy pár karakter, de azzal most nem tudok... Pardon. Mit kezdeni. Na, de viszont akkor irány... Pardon, Canterlot. Mert itt még javába vannak karakterek, akiket föl kéne vinni. Csak egy a probléma, hogy sose tudom, hogy melyik hol van, majd ővele fogok menni egyet. Szóval azt mondtam, hogy ezek a frissítésekben csupán ezeket a problémákat tudom felfedezni. És igazából, ahogy elszámoltam, már nem is annyira az idei frissítések közül szinte már nem sok van hátra, melyikből hiányzik nekem még egy pár karakter, meg termelő, meg szóval ilyesmi. De persze ez nem azt jelenti, hogy meg is nyugodhatok, mert én nekem össze kéne gyűjteni mindent, de nem tudom, hogy fogom összegyűjteni, hogyha egyszerűen valamelyik már régóta benn van, és még mindig nem. Na, ezt nem tudom, hogy sikerült elrontanom, de mindegy. Bocsánat, csak még igazítom a kamerát is. Jó, hát akkor gyere te is, Lemon Hearts. Na. Valamelyik frissítésből már igazából nem karakter hiányzik, hanem egy vagy két termelő. Valamelyikben meg csak egy karakter hiányzik, valamelyikben meg azt se tudom, hogy mennyi minden hiányzik, mert egyszerűen még mindig nem hozták be. És ez a például a legutóbbi frissítés, ami behozott egy csomó új... Hát ezt már nem tudom, hogy el tudom kapni. Az se. Egy csomó újfajta karaktert és termőt, azoknak még mindig a java részét, abból nem láttam egy darabot se. Szóval ez így konkrétan gyönyörű. Hát itt még azért vannak karakterek, akik... AK healing sincsen meg. Jó van, akkor... Akkor őt is megcsináljuk. De miért? Ott voltam pedig alatta, anya. Jó, azt tudtam, hogy az nem lesz meg. Na. Szóval akkor ezek szerint készen is vagyok az eventen, igaz? Mert... Pardon. Ezekkel a játékokkal itt. Mostaniakkal. Igen, és van egy csomó olyan fajta karakter, akinek még mindig nem jelzi az, hogy lehet vele játszani. Nem tudom, ez olyan mennyi. Jaj. Pardon. Jó. Itt is megvan, itt is megvan, el is megvan, el is. Csak azt nézegettem, így kicsikét kiúzva az időt. Elnézést, hogy melyik az a karakter, aki
Kész van. Melyik a melyik? Nincs, hát azért... Meg kell, hogy mondja, hogy van amelyik karakter, az megvan, valamelyik meg... Nincs. De szerintem... Itt is azért van. Bánon, jó, hát akkor irány vissza. Crystal Empire. Igazából még szívesen játszanék ezekkel a játékokkal, hogyha már ilyen rövidek lennének, de tudjátok, az a baj, hogy régen foglalkoztak már a VIP-val, és és nem lenne rossz például, hogyha megcsinálnák azt, hogy például ez a négy lerövidítős dolog helyett már legalább berakhatnának ilyen 6-ot vagy 8-ot. Csak azért gondolom, mert akkor legalább így nem lenne ennyire rövid ez a videó. Én sajnálom, hogy ilyen rövidre tudom csinálni ezeket a felvételeket, de hát... Egyrészt... Így telefonon keresztül végigcsinálni az egészet, az így nehéz. Másrészt pedig hát a... Tudjátok jól, itt a sorozat végével kapcsolatban vannak itt ilyen... problémáim. Jó, mindegy, inkább ne is beszéljünk erről, szóval ennyit volna mára akkor a My Little Pony Game Loft. Legközelebb akkor persze fogom folytatni, hogy elkészülök a My Little Pony Legtelik a várakozás időt. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, nézzük a filmet és visszat a következő videóban. Ezen felül, hogy mindig is szoktam mondani külön minden Brown és Pegasus testvérnek pedig külön Bruhuf és Viszlát.